Újra hangos a Szekszárdi Liszt-Ferenc zeneiskola nagy terme. A koronavírus okozta járványhelyzet miatt ők is online oktatásra kényszerültek. Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető elárulta, nehéz feladatuk volt. Hát hangszert oktatni nem egy egyszerű dolog. Ugye ott elengedhetetlen az, hogy megfogjuk a gyerek kezét, hozzányúljunk, megmutassuk, beállítsuk, és ez a kicsiknél jelent inkább gondot, a nagyok már sokkal önállóbban tudnak dolgozni. Hát a kicsiknek ez nagyon hiányzott. Volt olyan, amikor a szülők is bekapcsolódtak, és a kollega a szülőt kérte, hogy ugyan már segítsen felhangolni azt a hegedűt, vagy éppen beállítani azt a hangszert. De hát hál' Istennek most már nálunk is elindult a jelenléti oktatás, és itt lehetünk együtt a növendékekkel, kollégákkal. Közösen, kölcsönösen támogatjuk egymást. Ez egy nagy család. És hát igen, a nagyok nekem is mondták, hogy nagyon hiányzott már a közösségi élet. Én úgy gondolom, hogy nekik az hiányzott. A zenekar, az együttesek, a próbák, az együttlét, a nevetés, közös gyakorlás, és ami itt a zeneiskolában még motiválja őket. A tagintézmény vezető azt is hozzátette, sok olyan növendékük van, akik zenei pályára készülnek, mint például ők négyen. Őcsényi fiú vagyok, már bő 11 éve trombitálok egyébként, emellett még dobolok, most már hál' Istennek zongorán is el tudtam kezdeni játszani. Hát zenészként ismernek itt a környéken, és igazság szerint e körül forogjak a mindennapjaim. Ez biztos, hogy már kicsi gyerekkorom óta zenész akartam lenni egyébként. Hát nagyon vonzott ez a világ, hogy fú, hát állnak ott a színpadon, egyébként elsősorban a dobfelszerelés volt az, amin én el akartam kezdeni játszani. Nagyon vonzott az, hogy fú, hát ott rengeteg ember örül a zenészeknek, meg együtt ünnepel, énekelnek, és ehhez hasonlók, mint egy nagy fesztiválon. Aztán hát mondták a szüleim, hogy akkor menjünk a zeneiskolába, iratkozzunk be, és akkor végül úgy alakult, hogy trombitálni kezdtem először szolfés, utána akkor trombitálni kezdtem itt a Szili Lajos tanárúrnál, és akkor a rákövetkezendő évben kezdtem el dobolni is. És akkor ez így alakult, és nagyon jó kiegészíti egymást a két hangszer egyébként. Hát már a zenével nagyon korán megismerkedtem, ugyanis mind a két bátyám zenél. Zeneiskolát azt 7 évesen kezdtem. Eleinte szülői nyomásra sokan megerősítették már, hogy van érzékem hozzá, illetve tehetséges vagyok. Azóta is ezt hallgatom egyébként, és hát úgy szerintem egy nagyon jó választás volt, és nem bántam meg. 8 éves korom óta járok zeneiskolába, és először vadászkürtön kezdtem, aztán később fogszabályzós lettem, és úgy bizonyult, hogy hát a harsonát sokkal könnyebb fogszabályzóval is fújni, de utólag úgy érzem, hogy pozitívan jöttem ki az egészből, mert szerintem így sokkal könnyebb lesz majd elhelyezkedni ezzel a hangszerrel, mint vadászkürttel. Másodikos lehettem, és trombitával kezdtem. Ez úgy tartott kettő évig talán, aztán váltottam tenorkürtre, ez volt olyan másfél év. Aztán jött meg Kovács Zsoltnak az a, vagy ugye bejött az a kérdése, hogy órán ugyebár a zenekarban nincsen tubásunk, valakinek kéne lennie, nem szeretnéd esetleg kipróbálni. Én megmondom, miért ne? Na igen, azóta vagyok tubás, ez úgy volt már lassan 5 éve. Teljes mértékben nem bántam meg, ez most már lassan így az életérzésem is válik. Már érzem, hogy kezdem átvenni ezt a tubás mentalitást is. Milyen a tubás mentalitás? Hú, abban most te kezdjünk bele! És hogy élték meg a Covid alatti időszakot 17-18 évesen? Hát talán az egyik legnehezebb év volt ez a tanulmányaink szempontjából. Nagyon nehéz volt az, hogy egyáltalán a motivációt megtartani ahhoz, hogy tovább dolgozzunk annak ellenére, hogy igazából nem tudunk itt lenni ebben a környezetben és mindig egymás mellett. Tehát azért itt megvan az atmoszféra, ami így tehát viszi előre az embert, amikor gyakorol, meg amikor fúj. Otthon ezt azért nehezen megteremteni, és az a monoton minden nap újrainduló, ilyen darálószerű valami, ami ott tavaly márciusban elindult, az azért hát hosszú volt idáig, de hát remélem most már ez így marad. Teljesen más az, amikor fönn vagyunk mondjuk a kamarateremben, és egymás mellett gyakorlunk, halljuk a másikat, halljuk, hogy mit csinál, hogy gyakorol, milyen gyakorlatokat fúj, milyen új dolgokat tanítanak neki az ő tanáraik.
illetve hogy oldanak meg különböző problémákat. Ez az egyik dolog. Otthon ugye ez nincs meg, tehát otthon benn van az ember egyedül a szobában, és akkor hát a saját dolgát teszi. Habár otthon voltunk, nem érzem úgy, hogy többet gyakoroltam volna, sajnos. Valahogy ez a lustaság rám ragadt. A zenekari próbák hiányoztak a legjobban. Egyszerűen azoknak is olyan feelingje van, amit máshol nem lehet, mikor Zsolóbá mondja, hogy jó, akkor vegyük el a Genghis Khant, annál jobb érzés nincsen. Például, úgyhogy ez most tényleg jó volt, hogy vissza tudtunk jönni még erre a kis időre is. Nekem hiányzott a zeneiskola, szerintem egy jelenléti oktatással sokkal többet lehet tanulni, mint az online térben. Sokkal könnyebb a tanárom dolga is, meg az enyém is. Arra a kérdésre, hogy mi az álmuk és hogyan képzelik el a jövőjüket, közel egyformán válaszoltak. Zenei pályára készülök. Hasonló művész és tanár szeretnék lenni. A terveim, hogy most érettségi után jövőre fogok érettségizni, konzervatóriumba megyek, Budapestre a Szent István konzervatóriumba, Maruzsa Tibor tanárúrhoz. És ez 2 éves képzés, és utána, hát még nem tudom melyik egyetemre, de valamilyen zeneművészeti egyetemen befejezem tanulmányaimat és lediplomázom. Nekem nagyon sok mindent ad a zene, legelsősorban örömöt. Tényleg nagyon szeretem csinálni, és soha egy pillanatát nem untam, illetve nem bántam meg. Az fix, hogy valamilyen zenekarba szeretnék játszani, akár katonazenekarba, de könnyűzenekarba, jazz, szóval igazából széles ez a spektrum, amin szeretnék játszani. A zenei pályára szeretnék menni tovább, az még eldől, most egyelőre úgy áll a dolog, hogy 2 szakmai évet szeretném még valahol eltölteni, aztán valamilyen zeneművészeti egyetemre tovább menni és ott tanulni. Szeretek álmodozni, meg ilyen nagy célokat kitűzni, mindenképpen sok ember előtt játszani. Mivel nagyon érdekelt vagyok a könnyűzenei műfajban is, ezért nyilván egyfajta álom az, hogy egyszer álljon ott előttem sok ember, és együtt örüljenek az én saját zenémnek, meg énekeljék velem azt a zenét. A másik oldal pedig az, hogy hát talán a világ legnagyobb koncerttermében játszhassak trombitán, akár zenekarban, akár szólistaként, de hát ezek természetesen a nagy álmok. Több százas közönség volt előttünk, és az olyan érzést adott, hogy tényleg már tudtuk élvezni a zenét is, és akkor már igazából nem is úgy, hogy így, mint hogyha egy burokban játszottam volna, hanem így tényleg így sokkal jobban kinyitottam a szárnyaimat, úgy mondván, ilyen szép prózaian. De na igen, az például nagyon jó volt. Olyan érzés például szerintem így, igazi, teljes szívből játszani. Szóval én sok embernek, amikor látom is, hogy élvezik, és tényleg velünk együtt élvezik, az a legjobb szerintem. Mit kell megmondanom?